Sziasztok! Én Sisi vagyok, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. Ez az utazósorozatunk sorozatunk negyedik és egyven utolsó része. Az előző három részben arról meséltem nektek, hogy milyen volt Prága, Portugália és Írország, most pedig folytatom a következő állomással, ami nem más, mint London. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com hungarianwithcici. Csak három éjszakát töltöttünk Londonban, mert eredetileg nem terveztük, hogy Londonba is megyünk, csak egy ilyen last minute ötlet volt, mert nagyon közel van Dublinhoz. És szerettük volna megnézni a Warner Bros. stúdiót, mert mindketten nagy Harry Potter fanok, Harry Potter rajongók vagyunk a férjemmel. Kicsit sajnáltuk, hogy nem volt még legalább két napunk Londonban, mert nagyon sok látnivaló van, és sok minden kimaradt sajnos. Szombat, szombat este érkeztünk Londonba, este hétkor. A repülőtéren sokkot kaptunk, mert kb. 30 font volt egy főnek a vonatjegy a Victoria állomásra, a Heathrow repülőtérről. Nem emlékszem pontosan mennyi volt, csak arra emlékszem, hogy sokkot kaptam. Lehet, hogy volt olcsóbb jegy online, vagy lehet, hogy express vonatra vettünk jegyet, nem tudom, de szakadt az eső, nagyon hideg volt, nagyon fáztunk, nagyon éhesek voltunk, és azt írta a kijelző, hogy két perc múlva megy a következő vonat, úgyhogy kifizettük, ami oda volt írva. Fél óra alatt ott voltunk a Viktória vonatállomáson, és onnan nyolc perc séta volt a szállásunk. London volt a, a legdrágább a négy állomásunk közül, és szörnyű volt a hostel, ahol megszálltunk. A helyszín volt az egyetlen pozitívum, de minden annyira drága volt, hogy nem akartunk sokat költeni azért, hogy aludjunk. De hát aludni sem aludtunk sokat egyébként, mert rugók álltak ki a matracból, annyira szar volt az a szoba, nem tudok szebben fogalmazni. A fürdőszoba is annyira kicsi volt, hogy hozzáért a térdemhez az ajtó, amikor leültem a vécére. Minden koszos volt, és cigiszaga volt az egész szobának. És nem volt olcsó egyébként, 100 font volt egy éjszaka. Booking.com-on ez volt a második legolcsóbb szállás, ha jól emlékszem. Három csillagot kapott, úgyhogy persze nem volt sok elvárásom, csak mesélem, hogy ez volt. Na, aztán este kilenckor lepakoltunk a szálláson, és utána elindultunk éttermet keresni, mert nagyon éhesek voltunk. Kiderült, hogy a legtöbb helyen bezár a konyha este kilenckor, úgyhogy az egyetlen étterem, ami a közelben volt, az egy portugál étterem volt, és ott tettünk végül. Nagyon röhögtünk, mert ugye két héttel azelőtt voltunk Portugáliában, és fele annyi pénzért ettünk portugál ételeket, de nem baj, vicces volt. Utána elindultunk egy kis esti sétára, elmentünk a Buckingham Palotához, a Londonához, és véletlenül megtaláltuk a Leek utcai graffiti alagutat, ahova amúgy is el akartunk menni, de nem tudtuk, hogy hol volt pontosan. Egyébként én már voltam Londonban egyszer egy hosszú hétvégére, de nagyon régen, kb. tíz évvel ezelőtt. Arra emlékeztem, hogy szép volt, de arra nem, hogy ennyire à, gyönyörű volt a város. Már este is látszott, amikor sétáltunk a sok szép parkon keresztül, nem tudom, nagyon-nagyon tetszett. Tiszta utcák, csodaszép épületek, sok fa, aranyos-piros buszok emeletes buszok, a sok kis híd, amin át lehet sétálni, a temzepartja partja, annyira hangulatos volt, és én imádom az esős időt, szóval én Írországban és Londonban voltam a legboldogabb. Elpasszóban nagyon ritkán esik az eső, és nem tart sokáig akkor sem, ha esik. Két hete egyébként felébredtem hajnali ötkor arra, hogy esik az eső, és azonnal felkeltem, és kiültem a kertbe kávéval, pokróccal, annyira örültem. Szóval em, engem nem zavart egyáltalán, hogy sokat esett Londonban, sőt, gyönyörű volt tényleg este is, és napközben is. Másnap egy nagyon pici étteremben reggeliztünk, nagyon vicces, mennyire kicsik az európai adagok az amerikai adagokhoz képest. Bár én egyébként nem azt mondanám, hogy kicsi, inkább azt mondanám, hogy az európai adag a normális adag, és az amerikai az túl nagy. Na de mindegy, megettük a kicsi, de nagyon finom reggelinket, és utána megnéztük még egyszer a Buckingham Palotát napfényben is, és megvártuk az őrségváltást is, ami zseniális volt rengeteg ember volt ott, pedig akkor szakadt már az eső. Aztán utána megnéztünk pár tipikus turista látványosságot, a Trafalgar Square-t, Chinatown-t, a Tower Bridge-et, a Millennium Hidat, a Harry Potter miatt, a Boró, nem tudom, hogy kell kiejteni, Marketnél ebédeltünk, és utána elindultunk a vonatállomásra, mert vasárnap este 6 órára volt időpontunk a Warner Bros. stúdió túrra. Tíz percet mentünk vonattal, és amikor leszálltunk, akkor ott várt minket a Harry Potter busz, ami elvitt a stúdióba. Nem pontosan Londonban van ez a kiállítás, ugye, hanem egy közeli kisvárosban, Watfordban. Fú, minden percét imádtuk. Csodálatos volt ott lenni. Sok mindent ki lehetett próbálni, sok vicces képet és videót csináltunk. Én sokat sírtam, annyira boldog voltam, hogy eljutottam oda. Aztán hát nagyon sok érdekes színfalak mögötti infót megtudhattunk a kiállításon a Harry Potter filmek rendezésével kapcsolatban. Nekem barom érdekes volt minden apróság csak hogy mondjak egy példát, volt egy fal, ahol képek voltak az állat színészekkel, mert például négy bagoly játszott a Hedviget, Harry Potter bagját, és kilenc masztív játszott a Hagrid kutyáját, akinek a magyar neve Agyar. <laughs> Ilyen érdekességek is voltak, legalábbis nekem érdekes volt. Um, este tízkor zárt a stúdió, úgyhogy kb. 11-re értünk haza, aztán másnap hétfőn reggel a British Múzeummal kezdtünk, ott fú, jó három órát töltöttünk, és az is kevés volt, de még el akartunk menni Camden Townba, és akartunk venni pár szuvenírt is, mert délután két barátnőmmel találkoztunk. Először Rebekával, akivel hat éves korom óta legjobb barátnők vagyunk, de már évek óta nem tudtunk találkozni sajnos csak online tartjuk a kapcsolatot, mert ő Londonba költözött, én pedig Texasba. Nem gondoltuk volna, hogy eljön ez a nap, hogy újra találkozunk élőben, és a férjemet is be tudom mutatni neki, mert hát az esküvönket is csak zoomon tudta nézni annó, de ott volt. És az a lényeg, mert nem tudom, kb. 5 éve nem láttuk egymást élőben, személyesen, és ez volt életem egyik legszebb ölelése, amikor megláttuk egymást a Trafalgar téren. Együtt töltöttünk pár órát, és utána találkoztam Lilla... Ö, még egyszer. És utána találkoztam Lillával, akivel ott Londonban találkoztam személyesen először. Vele Instagramon ismerkedtem meg, mert tagja vagyok egy vállalkozói közösségnek, amit Lilla alapított. Business Csajok a neve Instán, ha vannak itt vállalkozó nő hallgatók, akkor ajánlom szeretettel az oldalát, zseniális minden, amit csinál. Szóval nagyon király volt élőben is találkozni, és olyan volt, mintha ezer éve barátok lettünk volna. Szívesen maradtunk volna késő estig, de sajnos reggel kilenckor ment a repülőnk másnap, ezért időben le kellett feküdni, mert fél ötkor keltünk. Hmm. Hazafelé simán ment minden, 15 óra volt az út. Nagyon sajnáltuk tényleg, hogy csak két napunk volt Londonban, mert egy egész hét is jó lett volna, olyan sok látnivaló van ott. Annyira tetszett, komolyan rég éreztem ilyet egy városban, már elég sok városban jártam, de mindig azt éreztem, hogy uh -huh, uh -huh, jó itt, igen, szép ez a város, de Budapest szebb. És szerintem London volt az első város, ahol azt éreztem, hogy elbizonytalanodtam. És nagyon rossz ezt kimondani, mert nekem tényleg meggyőződésem volt, hogy Budapest a legszebb város. Nem tudom, hogy ki tudom -e mondani sok ember előtt, itt a podcastban, de hát lehet, lehet, hogy London szebb szerintem. Ennyit, ennyit, mondok. Vagy talán az jobb szó, hogy hangulatosabb. Ja, szóval nagyon jól éreztük magunkat, és ezzel véget ért a csodálatos nyaralás. Rengeteg szép emlékkel gazdagodtunk, és remélem, hogy nektek is érdekes volt meghallgatni a beszámolókat. Miután hazaértünk elfeszóba, egy hétig használhatatlan voltam, majdnem tíz napig fél négykor keltem hajnalban, nem tudtam átállni az itteni időzónára. Egyfajtaban úgy éreztem magam, mint aki be van rúgva, pedig esküszöm, hogy nem ittam semmit. Elég intenzív utazás volt, ki kellett pihenni. De minden percét imádtuk, viszont a következő valami nyugisabb, nyugalmasabb utazás lesz valószínűleg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ha szereted a podcastomat, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni Spotify-on, vagy ahol hallgatod. Ha Youtube-on nézed, akkor pedig ne felejtsd el lájkolni a videót. A Patreon tagoknak köszönöm szépen a támogatást, és sok-sok-sok szeretettel üdvözlöm az új tagokat, akik név szerint Kathleen, Dave, Elizabeth, Rebecca és Teodora, és ezer hála is köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Ha már nem vagy teljesen kezdő, és szeretnéd fejleszteni a magyar tudásodat, akkor a -e több mint 250 taghoz Patreonon. A leírásban megtalálod a linket www.patreon.com per hungarianwithcici. Ajánlom szeretettel, ha az igazi, hétköznapi magyar nyelv érdekel, a kettő szintől érdemes csatlakozni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, további szép napot, és... Nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!